Tagjait köszöntötte az idősek napja alkalmából egy nyugdíjas szövetkezet Pécsen. A világnap miatt egész októberben ilyen ünnepi találkozókat szerveztek az ország több városában. A szervezet 5 éve nyújt munkalehetőséget, illetve közösséget az időseknek. Mi azt gondoljuk, hogy attól, hogy valaki nyugdíjba megy, nem ér véget semmi, hanem egy új dolog kezdődik, és több kutatás is igazolja azt, hogy a minőségi társas kapcsolatok ebben a korban rettentően fontosak, amit nálunk pedig megkapnak. Tehát mi ezt biztosítani tudjuk nekik, tagok a szövetkezetünkben, és egy remek közösség tagjai, amellett, hogy munkát vállalhatnak, és ki tudják egészíteni a nyugdíjukat. Könnyű betanított munkától kezdve a szaktudást igénylő mentorálásig több lehetőséget kínálnak a nyugdíjasoknak. Mellette a Szépkorúak hálózatával, illetve a szenior egyetemekkel is együttműködnek, hogy megfelelő programokat nyújthassanak. A szövetkezet jó példa az Ezüst Gazdaság egyik működési területének. Ezüst Gazdaság az az 55 év fölöttiekre fókuszáló gazdasági tevékenység. Szolgáltatásokat és termékeket fejlesztenek, vagy fejlesztenének a cégek az idősekre. Ugye ez az évtized az időseknek az évtizede, szóval 2027-30-ig, szóval még inkább fókuszban vannak az idősek. Éppen ezért indult el egy program a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, az egyetemmel és más partnerekkel, hogy felmérjék, milyen lehetőségek vannak erre Baranya megyében. Az adottságok jók, mondja az intézetvezető. Ez pedig hasznot hozhat az itteni vállalkozásoknak, ahogy egész Európában. 5000 milliárd eurót költenek az idősek, az 55 év fölöttiek különböző szolgáltatásokra Európa szerte, akkor látjuk, hogy óriási üzlet van ebben. Itthon Magyarországon is megvan az a réteg, aki meg tudja fizetni a különböző szolgáltatásokat, de ha külföldre is tudunk vonzani időseket, akkor az még ideálisabb lenne. Ugye, hogyha sikerülne ezt megvalósítani, akkor ez az egész régiónak jobb lenne, és a végcél, hogy ide jöjjenek emberek idősebb korukra jól élni, és a fiatalok itt maradjanak. Ugyanis az Ezüst Gazdaságban lehetőségük lesz munkát vállalni. Pécsen és környékén előny az egészségügyi intézményrendszer kiépítettsége, a termálfürdők, borvidékek. A szakember szerint azonban még hiányoznak azok a piaci alapon működő nyugdíjas házak, amelyek megfelelnek az idősek igényeinek.